Köszönöm benneteket is, köszönöm mindenkinek, hogy eljött. Köszöntjük a tévénézőket, az online bennünket, követőket. Köszöntjük mindenkit. Én is szeretek együtt lenni. Szeretek együtt lenni veletek, szeretek az együttben lenni. Szeretek együtt. Ez így azt hiszem a helyes, amit mondhatok. És ebben különösen megerősített a mögöttünk levő hihetetlenül nehéz 3 hónap. Összezárt ez minket, és jól tett ez nekünk, azt hiszem. Egy nagyon hosszú út végén vagyunk, ami egyúttal a nagyon hosszú út eleje is. Mondhatnám azt, hogy megállunk egy pillanatra. Egy pillanatra várunk, vasárnapra. Ez a pillanat azonban egy mesterséges pillanat, és bevallom, én nem annyira szeretem az ilyeneket, nem annyira szeretem a kampányt, nem annyira szeretem az ilyen mesterséges pillanatokat, de sokkal jobban szeretem azokat a pillanatokat, amik az eredményes munka jól megérdemelt gyümölcsei. És én munkának bizony nem azt nevezem, hogy versenyt rendezünk, hogy ki tud szebben mosolyogni a plakátokon, ki az, aki adott időben képes több plakátot kihelyezni az utcára, vagy ki az, azt sem nevezni munkának, hogy ki képes szebben disznót vágni, ahogy azt sem nevezném munkának, hogy hányan, milyen gyorsan képesek átadni egy darab mászókát egy játszótéren. Ez nem munka. Köszönjük szépen! Ez nem, hogy nem munka, ez az üres kampány. És ebben bizony verhetetlen a Fidesz. Ugyanis a Fidesz semmi más nem tesz 8 éve, mint kampányol, de nem dolgozik. És erre mondom én azt, hogy azokat a pillanatokat szeretem, amik a munka eredményei, mert a munkában hiszünk itt mi az együttben mindannyian. Ezt mutatta meg az elmúlt jó pár év tevékenysége a részünkről. Én úgyis azokat a pillanatokat szeretem, amikor bíróság jóvá hagyja, hogy kijelenthető jogerősen rogánontól bűnöző. Ezt a pillanatot szerettem, az bírom. Szeretem azt a pillanatot, amikor bizonyosságot nyer, hogy Orbán Ráhel osztja szét a magyar turizmus pénzeit, az állami pénzeket. Azt a pillanatot szeretem, mert tudjuk, hogy ebbe bele fog bukni Orbán. Ezeket bírom. Volt olyan pillanat az elmúlt időszakban, amit imádtam, amikor Baranyi Kriszta munkájának eredményeként elvitték az illatos útról az utolsó darab mérgező hordót is. Imádtam. De imádtam azt a pillanatot is, amikor Vajda Zoltán barátunknak, vagy munkájának eredményeként kiderült, hogy a Fidesz kereskedelem politikai felelős embere fekete munkásokat alkalmaz, nem ad számlát, viszont ellopták a pénztárgépét is. Szuper pillanat volt ezt megtudni. De imádtam 2014-ben azt a pillanatot is, ami egy hatalmas munka eredménye volt, amikor Szabó Szabolcs itt Csepelen, a házigazdánk, megnyerte a választást. Imádni fogom azt a pillanatot is, amikor vasárnap mindezt megtudjuk, hogy már másodszor is, de hivatalosan ezt vasárnap fogjuk megtudni, mert ez a mi munkánk eredménye, mi ebben hiszünk, ezen dolgozunk mi együtt. És egy ilyen dolgos ember, hadd szólítsak fel egyből a házigazdánkat, Szabó Szabolcsot, kérlek, gyere ide! Sziasztok! Mindenkit szeretettel köszöntök itt Csepelen újra, hiszen nagyjából 50 nappal ezelőtt itt kezdtük el a kampányunkat, így közösen az együtt közös kampányát. Én akkor is elmondtam, hogy kemény és nehéz munka áll előttünk ebben az 50 napban. Azt gondolom nem hazudtam, hiszen mindannyian tudjuk, hogy nagyon keményen és nagyon sokat dolgoztunk, de sajnos van egy rossz hírem, mégpedig az, hogy amikor megnyerjük a választásokat április 8-án este, és alakítunk egy ellenzéki új koalíciós kormányt, akkor majd sokkal nehezebb munka fog kezdődni április 9-én. Az a helyzet ugyanis,
hogy április 9-től kezdve, majdnem napi 24 órában dolgozva fel kell építenünk egy normális országot. Egy olyan országot, ahol van rendes oktatás, van rendes egészségügy. Egy olyan országot, ahol meghallgatják minden társadalmi csoportnak a problémáját, és velük együtt dolgozva, a semmit rolluk nélkülük elvet alkalmazva fogjuk felépíteni ezt az országot. És mindenki egyenlő lesz ebben az országban, nem lesznek kivételezett haverok. És nem fog az számítani, hogy kikinek a rokona, kikinek a gyereke. Nem fog számítani az, hogy melós vagy egyetemi tanár, diák, vagy éppen pedagógus. Nem fog számítani, hogy mennyi nyugdíjat kap az ember. Mindenki egyenlő lesz, és azon fogunk dolgozni, hogy mindeközben senkit ne hagyjunk az út szélén. Mert aki szükségét érzi, és akiről tudjuk, hogy kell a plusz támogatás, annak meg fogjuk adni azt, hogy normális körülmények között tudjon élni mindenki ebben az országban, és tudja élvezni a szabad Magyarországot, amit fel fogunk építeni. Mert mi olyan országot fogunk építeni, ahonnan nem elmennek az emberek, hanem visszajönnek. Mi olyan országot fogunk építeni, ahol jó élni. Olyan országot fogunk építeni, ahol béke van, nyugalom van, és konszenzusra épülve építjük újra ezt az országot. De van egy sokkal nehezebb dolog még, ami előttünk áll. Amellett, hogy ezt az országot fel kell építeni. Mégpedig azt, hogy ezzel párhuzamosan a NER-t azt le kell bontani. Mert olyan a világon nincsen, hogy következmények nélkül lehet végigcsinálni azt, amit az Orbán Viktorok, Rogán Antalok, Habony Árpádok, Matolcsi Györgyök, Mészáros Lőrincek és az összes többi ilyen haver végrehajtott Magyarországon. Ezért van benne a kormányprogramunkban, hogy mi szabad országot építünk, de azért mellette igazságot teremtünk, igazságos országot építünk, és nem mellesleg, ez nagyon fontos. Azokat az embereket, akik a legsúlyosabb károsultjai ennek a NER-nek, azokat kárpótolni fogjuk, mert az erkölcsi kötelességünk. És csak annyit tennék még hozzá, ne aggódjon senki. Ezt az országot nem kell tőlünk félteni, nem tőlünk kell félteni. Ez a mi országunk, mi fogjuk újjáépíteni, ez lesz a mi Magyarországunk. Ötven nappal ezelőtt itt én elmondtam a beszédemben, hogy Csepel és Soroksár az egy olyan kerülete, olyan része Magyarországnak, ahol már 4 éve is pontosan tudtuk, hogy a Fideszre nem szabad szavazni, hiszen itt Németh Szilárd kikapott. És akkor is azt mondtam nagyon világosan, hogy bízom abban, tudom azt, hogy újra le fogjuk győzni 2018-ban. Sokan utána a TV közvetítés után legyintettek, mondták, persze, hogy a rendes ember, de hát maga úgyse fog újra győzni. Be tudom jelenteni, az elmúlt napok hírei alapján előállítottuk ezt a helyzetet. Az ellenzéki pártok újra elő tudták állítani ezt a helyzetet. És ami a legfontosabb, hogy nem csak itt Csepelen és Soroksáron, hanem az ország sok részén elő tudtuk állítani ezt a helyzetet. Most már a választók nagyon sok körzetben pontosan tudhatják, kire kell szavazni, ha kormányt akarnak váltani egyéniben, pártistán pedig mindenki szavazzon arra a pártra, amelyik a legszimpatikusabb. Én, mint az Együtt képviselője, persze azt mondom, szavazzanak az Együttre. Van programunk, jó programunk, és ezt az emberek elolvashatják, és láthatják, hogy mi egy igazságos, szabad, normális Magyarországot fogunk építeni. És természetesen itt el kell mondanom azt is, hogy hála és köszönet azoknak az ellenzéki pártoknak és azok helyi szervezeteinek, akik az elmúlt 50 napos kampányt keményen végigdolgozták, végigmelózták mindenhol az országban, és itt helyben, Csepelen és Soroksáron is. Én magam is láttam, nyilván önök is, ti is, hogy itt helyben a Momentum, az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, a DK és az Együtt is, meg az aktivistái is keményen dolgoztak. Mindegyik pártnak volt jó jelöltje helyben. Ugyanebben a teremben tartottuk a Közös Ország Mozgalom vitáját. Aki itt volt, vagy nézte a közvetítésen, láthatta, mindegyik jelölt, jó jelölt volt. Nagyon jót tudtunk vitatkozni, beszélgetni Cseperről. Mi nem migránsoztunk, meg nem a másikat szittuk, Cseperről tudtunk beszélni, mert erről szól a politika.
De azt is hozzá kell tenni, hogy köszönet azért, amiért ezek az ellenzéki jelöltársaim felelős döntést tudtak hozni, és azt mondták, hogy a kormányváltás érdekében ők visszalépnek. Ezért köszönet jár Bangó Libor, Ildikónak, Fent Andrásnak, Dukán András Ferencnek, és innen is köszönöm nekik. Köszönet nekik. És azt tudom mondani, én nagyon nagy bizalommal és örömmel várom azt, hogy mi együtt tudjunk majd dolgozni, kivel a parlamentben, kivel itt helyben Csepelen és Soroksáron, mi közösen fogjuk ugyanis lebontani a NER-t. Végül pedig azzal zárnám, hogy megint visszautalnék egy dologra, amit 50 nappal ezelőtt mondtam. Én akkor azt mondtam, hogy azért kell nyernünk, és azért fogunk nyerni, mert egyszerűen nekünk van igazunk. És ez nem egy népmese jelen most már, az elmúlt napok fejleményei alapján pedig pláne nem. Ez az igazság ott kopogtat az ajtón, és csinálhat akármit a Fidesz, csinálhat akármit itt helyben Németh Szilárd, terjeszthetnek rólam akármilyen hazugságot és rágalmat. Az az igazság be fog jönni, Németh Szilárd meg el fog menni. Köszönöm mindenkinek, aki az elmúlt 50 napon támogatta a helyi kampányt, az aktivistáknak, külön köszönöm Rossz Károlynak és Tóth Mihálynak, akik aktívan támogattak nekem is, bizalommal álltak hozzám, és azt tudom mondani, közösen újraépítjük az igazságos és szabad Magyarországot, éljen a szabadság, éljen a haza. De hogy haladjunk. Dr. Szabó Szabolcs után dr. Hajdun úr következik, az együtt alelnöke, aki egy személyre megtestesíti a tudás, tartás, tapasztalatot, amit az együtt képvisel. Sziasztok! Örülök, hogy meg így együtt itt vagyunk. Jó látni a vidám, bizakodó tekinteteket. Jó látni magabiztos embereket. Én ilyen Magyarországon szeretnék élni. Én ilyennek szeretném látni a hazámat, mint most, benneteket. Ezt a magabiztosságot, ezt a bizakodást akarja elvenni tőlünk a Fidesz, ne engedjük nekik, akik a nemzeti eskedő jelmezbe bújva árulják el a hazát, akiknek a nő csak konyhaasszony, akiknek Európa csak pénztárca, amiből lopni lehet, akik védelmet ígérnek, és közben ők fenyegetnek minket. Ez ma a Fidesz Magyarországa. Ez ma a zsarnokok Magyarországa. És ez az, ami ellen az együtt küzd. Nem fogjuk feladni, mi biztosan nem fogjuk feladni, mert ez a mi országunk, ez a mi hazánk, ez a mi Európánk, ez a mi szabadságunk. Nem leszünk zsellérek Mészáros Lőrinc lopott földjein, nem leszünk közmunkások Matolcsi bútorgyárában, és propellerek se leszünk Rogán Antal helikopterében. Nem és nem, lépésről lépésre fogjuk visszavenni a hazánkat, mert ez a mi otthonunk, a mi hazánk. Még Orbán Viktor sem fogja tudni ezt elvenni tőlünk. Az én két fiam egy nyitott, európai, büszke, szabad és magyar emberek lesznek. Ez lesz az ő sorsuk. Akik azt mondják majd a nőknek, hogy nem akkor érezhetik magukat boldognak, ha már megszültek X mennyiségű gyereket, vagy éppen beteljesítették a női principiumot. Akik szerint a nőknek is joguk van a képviselethez, a munkához, és egyenlő bérhez, ugyanúgy, mint a férfiaknak. Tekintik erősnek a nőket, ha vakkomondorokkal kell megküzdeniük, hanem akkor is, amikor kormányozni, képviselni, a parlamentben felszólalni kell a mi érdekünkben. Az én fiaim abban fognak hinni, hogy a szabadság az egy természetes dolog, nem pedig liberális ármány.
akik szerint a jog az egyben kötelesség is, nem pedig a kiskapuk világa. Akik keresik a tudást, keresik a teljesítményt, meglátják a másikban az értéket és az együttműködést. Nekünk ezt jelenti Európa, mi ilyen Magyarországon akarunk élni, és egy ilyen országot fogunk létrehozni veletek együtt. Orbán Viktor ezt a Magyarországot nem érti, vagy ha érti is, leginkább csak fél tőle. Számára a hatalom gyűlöletkeltésre és zsákmányszerzésre való. Nekünk a hatalom eszköz a ti szolgálatotokra. Számára a demokrácia csak a játékszabályok kijátszását jelenti. A mi számunkra a ti képviseleteteket jelenti a demokrácia. Számára az ellenzék csak a szükséges rossz. A mi számunkra az ellenzék arról szól, hogy vitázunk, együttműködünk, megpróbáljuk együtt alakítani ezt az országot. Számunkra magyarnak jelenti, azt jelenti, hogy európaiak is vagyunk, részei egy évezredes államnak. Barátaim, Európa hatalmas átalakulás előtt áll. A jövőnk azon múlik, kik, hová vezetik Magyarországot ebben az átalakulásban. Orbán Viktor alkalmatlan erre, hogy ezt az átalakulást levezényelje. Magyarországot majd zsarnok irányítja, aki le akarja téríteni arról az útról, ami egy szabad világba, egy igazságos világba, egy nyugati világba jelenti az átmenetet. Aki ezt a veszélyt nem érti, aki Orbán Viktor megállítása helyett még mindig csak tetteti a küzdelmet, csak tetteti az együttműködést, az valójában nem néz szembe azzal, hogy Orbán Viktor kottájából játszik. Aki ezt teszi, az valójában nem akar szakítani az elmúlt 30 év politikai gyakorlatával, hanem éppen azt valósítja meg. Orbán Viktor egy szakadék felé vezeti az országot, ezért kell őt megállítanunk, és vissza kell fordítani az hazánkat keletről nyugatra. Egy szabad és tisztességes országot kell kínálnunk a választóknak. Erről szól az együtt politikája. Most még megtehetjük, most még van visszaút. 3 nap múlva döntünk Magyarország sorsáról is. Azért szavazatok az együttre, mert mi egy pillanatra sem adjuk föl a szabad, igazságos, európai Magyarországba vetett hitünket. Azért szavazatok az együttre, mert mi azt mondjuk, amit tenni is kell. Azért szavazatok az együttre, mert mi a végig őrizni fogjuk a lángot. Azért szavazatok az együttre, mert mi nem csak tettetjük a küzdelmet, az együttműködést. Mi tényleg áldozatot hozunk azért, hogy Magyarországon egy új világ épülhessen április 8-a után. Az együtt elnöke, Juhász Péter, elsőként lépett vissza a belvárosban, pedig senki nem tett annyit Rogán Antal megbuktatásáért, mint ő. És igen, én is visszaléptem Budafokon, mert azt gondolom, hogy ez szolgálja most az ellenzéki sikerét. Arról szól ez a történet, azért léptek vissza az együtt politikusai, hogy megteremtsük az adatot ahhoz, hogy április 8-a után Orbán Viktor kimehessen a hatalomból, és egy új szabad ország épülhessen Magyarországon. Erről szól az együtt politikája. Azért szavazatok az együttre, mert a mi hitünk egy pillanatra sem ingott meg. Azért szavazatok az együttre, mert bátra ki a jövő. Azért szavazatok az együttre, mert mi nem félünk a világtól, mert tudjuk, hogy félni csak a félelemtől kell. Azért szavazatok az együttre, hogy létrejöhessen egy szabadabb és igazságosabb Magyarország. Azért szavazatok az együttre, mert kell a parlamentbe egy bátor párt. Azért szavazatok az együttre, mert kell egy Juhász Péter a magyar parlamentben.
szavazzatok az Együttre, hogy legyen egy liberális alternatíva a magyar parlamentben. Tudjátok, április 8-án semmi más nem kell tenni. Szavazzatok a 18-as listára, és együtt megváltoztathatjuk Magyarországot. Nagyon-nagyon köszönjük, Nóra! Én nem folytatnám, ha megengeditek, mert valam, aki én akarják hitetni, hogy az Együtt nem lesz a parlamentben, nem érdemes olyan színpadra, mert én tudom, hogy képviselők lesznek a parlamentben, és egy ilyen embert fordítok most a színpadra, aki ma még csak képviselőjelölt, hétfőtől biztos vagyok benne, hogy az országgyűlés tagja lesz. Egy baj van vele, hogy nem szeretné, ha nem adnak neki nyugtát. Ugyanakkor bárhogy fenyegették, kergethetik zászlóruddal vagy szippantós kocsival, akkor is kiáll az igazáért, és akkor is kiáll a mi igazunkért. Mi ilyenek vagyunk az Együttben. Hallgassátok meg Vajda Zoltánt! Köszönöm szépen, hogy játszunk egyet, Zoli! Játszunk egyet, persze! Jó, mert nem tudom, hogy már tegeződik vele, vagy a boltjában az emberek tegeződnek? Nem a boltjában, hogy megy, hogy jó napot kiállok Vajda úr, egy kis zöldséggel, megkínáltam a gyümölcs. Köszönöm szépen, hát én egy kis Szilvára vágynék. Szatmári Szilvára. De ne haragudjon, valami azért hiányzik, itt nem látom. Pénztárgépet maga nem használ? De nincs szükség arra, nem? Hát nekünk nem fontos az, hogy adjunk nyugtát. De hát ezt hogy gondolta? A tisztességes vállalkozók használják a pénztárgépet, adnak nyugtát, számlát, befizetik az adót, nem lopják meg az államot. Mit képzel magáról? Egy tisztességes vállalkozó mindent tesz, és ha nem teszi, mert megérkezik Tálai András adóhatósági elnöknek a kommandója, és elviszi munkatáborba a 60 pusztai luxusdíjat akár Orbánnak. Jóba, hogy meg vagy, nem értem, hogy miről beszél, szerintem, de úgy megy, hogy egy kis pénz, egy kis migránsozás, egy kis migránsozás, aztán rögtön nem beszélünk számlákról, meg nyugtákról. Kit érdekel az tényleg, ha van valami jó kis migráns valahol, tehát ez hihetetlen. Én azt hiszem, hogy ilyen esetekben nyugodtan bánhatunk nagyvonalúan is a pénzzel, legalábbis a fideszesek úgy tűnik, hogy ezt gondolják. Szerintem jobb, ha ehhez hozzászokik, kedves Vajda úr. Én ehhez nem vagyok hajlandó hozzászokni. Mint ahogy ahhoz sem vagyok hajlandó hozzászokni, hogy a saját hazámban megfenyeget egy miniszterelnök. Nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy kereskedelem politikáért felelős miniszteri biztos éppen ő foglalkoztat feketén embereket az üzletében. Nem vagyok hajlandó eltűnni, hogy ugyanaz az ember tisztességes vállalkozásokról papol, miközben az ő üzletében nem adnak blokkot a vásárlóknak és elcsalják az adót. Mert én is az igazamért küzdök, a többség igazáért. Egy olyan országban, amelyben egy agresszív kisebbség a hatalmával visszaélve próbálja fogságban tartani a többséget és az igazságot. Engem ettől a küzdelemtől semmi és senki sem tántoríthat el. Én az elmúlt években szerintem sokat tettem a kertvárosiakért. Sok fejlesztést segítettem a szavazataimmal, a helyi korrupciót megakadályozó határozati javaslatokat is benyújtottam, és igen, küzdöttem az iskoláink visszaszerzéséért is. És közben feltártam a helyi fideszes, a már emlegetett Szatmári Kristófnak a visszás ügyeit, és ha kellett, magam jártam utána, ad-e számlát a zöldségese. És ha kellett, annak is magam néztem utána, hogy hogyan lehetséges, hogy Matolcsi embereként havi 2,5 milliót keres, tudjátok, hogy szokták mondani okosba, az MKB pénztáraktól. És beszámoltam a fekete foglalkoztatási ügyeiről is. És hát közben azért meg kellett küzdenem a helyi fideszes kemény maggal. Egyébként tudjátok, milyen nehéz elkerülni azt a sok csapkodó esernyőt egy ellenséges környezetben? Én mindezekért nem kívánok bocsánatot kérni, nem kívánok azért elnézést kérni, mert szenvedélyesen akarom, hogy történjen változás már ebben az országban. Tényleg minden porcikámmal irtózom attól, amit a Fidesz művel szeretett hazámmal. Én tényleg teljes erőmből azért küzdök, hogy Orbán Viktor országosan és Szatmári Kristóf helyben ne maradjon már hatalmon.
éppen úgy, ahogy ti is, és sok millióan ebben az országban nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy Magyarország miniszterelnöke nyíltan megfenyegesse a vele egyet nem értő milliókat. Mert emlékezzetek erre, ez az Orbáni szöveg nem csak engem, titeket, ellenzéki politikusokat támadott meg, hanem mindenkit. Mindenkit, aki nem Fidesz-es szavazó. Mert az ő gondolatvilágában az elégtétel az a leszámolásnak a szinonimája. És azt mutatja, hogy kétségbe esett, mert ő is tudja, hogy veszíteni fog. És tudjátok mit, kedves fenyegetőző urak? Mi ezektől a fenyegetésektől csak erősebbek leszünk. Engem Orbán Viktor szavai épp úgy nem rettentenek meg, mint az a bizonyos szippantós kocsi, amit rám küldtek. Egyébként a tartalmát tekintve éppen annyit ér mind a kettő. Úgyhogy barátaim, ti, akik itt ültök most velünk ebben itt, és ti is, akik otthonról néztek bennünket, hozzátok is szólnék. Ne engedjük magunkat. Ne engedjük, hogy bárki elhittesse velünk. Ez a küzdelem már lefutott. Ne engedjétek, hogy bárki elhittesse veletek. Úgy sem történik semmi sem. Senki ne hagyja, hogy a Németh Szilárdok, a Rogán Antalok, a Matolcsi Györgyök, a Mészáros Lőrincek, a Tiborcz Istvánok, és igen, a Szatmári Kristófok cinikusan a pofánkba röhöghessék. Úgy sem győzhetünk. Azt javaslom, hogy büntessük meg őket. Mutassuk meg neki, hogy ezt nem tehetik velük, mert a hatalom a népé, a hatalom a tied is. Senki nem fogja helyettünk elzavarni Orbán Viktort. Ezért a győzelmet csak azok érdemlik meg, akik meg is küzdenek érte. Én ezért küzdök. És igen, én ezért dolgozom, én ezért nem engedem magam alávetni sem a fenyegetésnek, sem a beletörődésnek. Én ezért arra kérek szépen minden kertvárosit, és arra kérek szépen minden alsó lákoson élőt, hogy tegye meg, szavazzon rám. Mert én tényleg megdolgoztam, megküzdöttem értetek, megküzdöttem a Szatmári klán ellen. És ha mindenki teszi a dolgát, akkor Szatmári Kristóf épp úgy bukni fog, mint Orbán Viktor. Bukniuk kell, nem marad más választásuk. Előre hát április 8-án buktassuk meg őket. Köszönöm. Engedjenek meg, hogy Orbán Viktor ez nem kérdés, de azt van olyan ember köztünk, aki már találkozott Orbán Viktorral, mondjuk speciál Orbán menekülni próbált előle. Hát gondoljátok el, mi lesz, amikor Baranyi Kriszta be fog kerülni a parlamentbe, akinek köszönhetjük az illatosúti bérgek felszámolását. Gyere Kriszta, kérlek, mondd el, Kocsis Máté igazi egyetlen ellenfele. Köszönjük, hogy sikerült parkolni. Parkolásod, nem ti? Igen, sikerült, itt még VIP engedélyre se volt szükségem, úgyhogy sikerült parkolnom. Ellentétben a Ferencvároson, ahogy a fideszes polgármester a haverjainak ingyen parkolóhelyeket osztogat, de hál' Istennek ennek most majd vége fog szakadni. Szuper, tehát akkor igazából úgy tűnik, hogy jó helyen vagyunk, mert hogy Orbán megvédte az országot, nem tudják elfoglalni a migránsok még a parkolóhelyeinket sem. Tehát, hogy ez egy nagy hír, szuper jó, köszönjük vissza! Hát azért látni kell, hogy ez egy szabad ország, igazából így, ahogy vannak. Itt ugyanis szabad 1300 milliárd forinttal nem elszámolni, és szabad abból 800 milliót mondjuk az anyukára iratni. Ez szabad, ez egy szabad ország. Szerintem teljesen rendben van itt minden, és egyébként úgy tűnik, hogy szabad, ha valaki a Orbán Viktor veje, vagy esetleg a lánya, akkor szabad mondjuk 13 milliárd forintnyi uniós támogatást zsebre rakni. Az a jó hír, hogy itt tényleg egy szabad országban vagyunk. Van tényleg viszont mellett egy hihetetlen jó dolog még, hogy szolidárisak is vagyunk, ugyanis mi fogjuk visszafizetni ezt ebben a szabad országban. Szabad visszafizetni, ez a szolidaritás maga, nem?
Ez nem szolidaritás és nem szabadság. Ezt úgy hívják, hogy bűnözés. És ezt úgy hívják, hogy maffia állam. És Orbán Viktor csak ne beszéljen arról, hogy megvéd minket bármitől is, mert tőle vagyunk a legnagyobb veszélyben. De tudjátok, valóban vannak olyanok, akiknek Orbán Viktor védelmet nyújt. És ezek a fideszes bűnözőtársai. Őket valóban megvédi a börtöntől. Mert ott lenne a helye az összesnek. Orbánnak az egész rendszerét a hazugság tartja egyben. Elhazudják a haza védelmét, pedig valójában a hatalmukat és a zsákmányukat féltik. Elhazudják, hogy független az igazságszolgáltatás, pedig valójában Polt Péter minden bűnügyüket eltussolja. Ha kell, még kamu ellenzéket és kamu pártokat is hazudnak maguknak, akiket ők irányítanak és ők pénzelnek. Gátlástalan, hazug emberek kezében van a hazánk. És ez nem maradhat így, ezért menjetek el szavazni április 8-án! Az Orbán rezsimnek szimbólumává vált a helikopter. A mi szimbólumunk a népszabadság. Az ő hősük a nemzet vállalkozója Mészáros Lőrinc, a mi hősünk az alcsútdobozi juhász. Igen. Várad Lányos. Nekik a politika Orbán Viktor szolgálatáról szól, nekünk a ti szolgálatotokról. Nekik bukniuk kell, Magyarországnak pedig nyernie, ezért menjetek el április 8-án szavazni! Barátaim, nekem nem gyűjtött egyetlen aláírás sem a Fidesz. Mindet magamnak gyűjtöttem össze. Én nem egyeztem ki a Ferencváros tolvaj vezetésével, cserébe ki is adok az önkormányzati bizottságból. Engem sem önkormányzati pozíciókkal, tanácsnoki megbízásokkal, felügyelőbizottsági pénzekkel vagy VIP parkolóhelyekkel nem lehet megvásárolni. Nem tudtak megvásárolni, helyette feljelentettek, bepereltek, megpróbáltak lejáratni. De nem sikerült nekik, mert az igazság velem és veletek van. Számomra a politika nem a saját boldogulásomat jelenti, nem gombnyomogatást, nem szolgálati autót, nem költségtérítést és nem biztos fizetést. Ahol a tisztesség honol, ott nem szólhat erről a politika. Ott sem Orbán Viktornak, sem a semmire kellő vazallusainak nincsen helyük. Nekem a politika a tisztességről, a becsületről és a cselekvésről szól. De ahol tisztesség honol, ott nem szólhat arról sem a politika, hogy hogyan szorítsuk ki egymást ahelyett, hogy közösen dolgoznánk egy velejéig romlott rezsim megbuktatására. Én azt akarom, és azért fogok dolgozni, hogy Józsefváros legyen a város lelkiismerete. Azt akarom, hogy mindannyian tudjuk, addig senki nem lehet otthon Budapesten, amíg vannak városrészek, vagy akár csak egyetlen utca, amerről már lemondtak, és lemondtuk. Azt akarom, hogy Józsefváros és Ferencváros legyen a jó minta egész Budapestnek és az egész országnak. Azt akarom, hogy újra megnyissuk a tereket a gyermekeknek és a családoknak, és kötélen elvezetve bezárjuk a zsarnok, rabszolgatartó közmunkaelosztókat. Józsefváros a mi otthonunk,
nem Kocsis Máté birodalma. Ferencváros a mi jövőnk, nem a parkoló pénzeket 100 millió számra elsikasztó fideszes haverok birodalma. És ha megtisztítjuk az otthonunkat, ha felszabadítjuk a jövőnket, menni fog az együttélés is. Azért szavazzatok rám, hogy minden héten egy teremben, egy padsorban üljek Orbán Viktorral. Hogy ne tudjon elmenekülni, hogy szembesíthessem a kérdésekkel és a problémákkal. Azért szavazzatok az Együttre, mert most arra mindenki számára nyilvánvaló lehet. Ki az, aki valóban Orbán leváltásáért dolgozik? És ki az, aki csak a saját pártja érdekeit és a másik kiszorítását nézi? Azért szavazzatok az Együttre, mert mi nem lopunk! Nagyon hogy sokan próbálják elhitetni, hogy nem kell együtt működni, mert a Jobbik nélkül úgysem lehetséges leváltani Orbánt, már pedig de igen, lehetséges. Budapesten és a nagyvárosokban például egyáltalán nem szükségesek ilyen értelemben a Jobbik szavazatok, még ha nyilván akár kétharmadot is nyerhetne azokkal együtt az a mai ellenzék. Meggyőződésünk az, hogy nem csak tettetni kellene az együttműködés, hanem a valóságban tenni kellene érte. Abban a pillanatban elő lehet állítani, hogy mindenhol egy jelölt legyen. Ma azonban van Pest megyében és jó pár meg más területeken is olyan jelöltjeink, akik küzdenek becsülettel, hogy ennek ellenére leváltsák Orbán Viktort, még ha nem is jött létre a koordináció. Hadd hívjam fel a színpadra, engedjétek meg Spéth Juditot, igen, aki egyébként Pilisben és Pap Rolandot és Bot Tamás, akik az egyik olyan jelöltje, akik becsülettel küzdenek ezeken a területeken. Én azt gondolom, hogy nektek is menni fog ez, hogy neked mi a tapasztalat az ügyvéd? Igen, a Kénis Unatanyar jelöltje vagyok, és azt tapasztalom, hogy nagyon nagy a változás. 2-3 hónappal ezelőtt borzasztó fásultság volt, mintha mindenki 20 év Orbán Viktorra készült volna. Most viszont hatalmas az izgalom, és azt érzik az emberek, hogy igenis lehet változtatni. De mindenki azt kérdezi tőlem, hogy ki lesz az egy közös jelölt. Sajnos nálunk még nincs meg ez az egy közös jelölt, mert a nagyobb pártok csak egymásra mutogatnak. Ezért is vagyok nagyon büszke az együttes politikus társaimra, akik közül csak tegnap 11-en léptek vissza. Azért, hogy az ellenzék közösen győzni tudjon. Nem az együtt érdekét nézték, hanem az ország érdekét. Országosan 76 helyen léptünk vissza. Csak pontosan. Igen. És a Pilis-Dunakanyarban is változás kell, hiszen ez Magyarország egyik legszebb területe, Szentendrével a szívében. Még sincs ott fejlődés, sőt, romlik az ott élők életminősége. Mert csak nő a népesség, de nem építenek utakat, nem építenek bölcsödét, óvodát, iskolát, hanem csak túlzsúfoltság van. A körzet képviselője Hatházi Sándor 20 éve nem csinál semmit. Az én példám, az én mintám azok az együttes politikusok, akik önkormányzati politikusként ellenzékből több sikert értek el, mint mások a parlamentben 4, 8, 12 vagy akár 20 év alatt. Ilyen volt Tamás. Az egyik ilyen politikus volt Tamás, aki úgy tette le Simóka Györgyét, úgy tárta fel az ügyeit, hogy most talán 1 milliárd forintot keresnek rajta, ami hasonlót, nem? Így van, cégeid 1 milliárd forintot keresnek, én fedezett elvonás miatt tettem ellene büntető feljelentést, és ez az eljárás folyik a cégei ellen, és ő pedig menekül előlem. Hűvéri viszonyokat épített ki Délbékésben, abban a Délbékésben, amely talán Pestről is látható, vagy tudható, hogy szinte katasztrófa sújtott övezetek számít, mondjuk Orosházát meg Mezőhegyest kivéve. Itt olyan programokra lenne szükség, amely felemeli ezt a térséget, ami a kilátástalanságot megszünteti. De ehhez el kell menni mindannyiunknak választani április 8-án, és ehhez Délbékésben is elő kell állítani azt a helyzetet, hogy a Fidesz és a Jobbik jelöltjével szemben a demokratikus ellenzéknek egy jelöltje. Jelesül, bocsánat, szerintelenül én az együtt jelöltje álljak szembe a kormányzó párttal és a Jobbikkal. Ez a helyzet sajnos még nem állt elő, és én innen is felszólítom a szocialistákat, hogy térjenek észre. Kaptunk rá ígéretet, tudod, Tamás. Mert különben késő lesz megvitatni a tapasztalatokat a április 8-ai választás után. Az már késő bánat lesz. Így. Jó, köszönjük Tamás, nagyon folytatod a munkát. Kellenek ezek a programok, amelyekkel egyébként elő tudunk állni. Az Együttnek jó hírem, van olyan program, amelyekkel hazahozza a fiatalokat. Pap Roland Brüsszelből jött haza. Roland egyébként mit tapasztaltál? Most honnan indulsz, mi a célja idő?
Sziasztok! Brüsszel sem sikerült megállítani, de Monort sem fogjuk megállítani. Itt változás lesz, és azt gondolom, hogy ez a változás most fog elkezdődni vasárnap. Méghozzá azért, mert ez a térség Monor, Albert is, vagy Mende, ahol én is lakom, ez egy elhanyagolt térség. Ezzel senki nem foglalkozott, nem volt valódi képviselet az elmúlt időszakban. És ezen változtatnunk kell. Ugyanis az nem képviselt, hogy minden egyes faluban adnak egy-egy emléktáblát, mert attól nem lesz versenyképes egy település, hogy sok emléktábla van ott. Nekünk ebben a körzetben harcolnunk kell a forrásokért, a fejlesztésekért. Itt vagyunk Pest megyében, közel Budapesthez. Mégis néha hatalmas a szakadék, úgy érezzük, és ezért harcolnunk kell. Aki ezt a területet képviselni fogja, annak úgy kell tennie, hogy kiálljon az érdekeiért ennek a térségnek, a mi otthonunknak. És ezért kell küzdenünk, és én azt gondolom, külföldön, amikor éltem, azt tapasztaltam, hogy ebben a változó világban igazániból csak azt valójában helytelni, aki tud alkalmazkodni. És az a kérdés, hogy mi tudunk-e majd alkalmazkodni. És éppen ezért el kell kezdeni változást, elindítjuk, méghozzá most vasárnap. Köszönöm szépen! Így, jó, nagyon köszönöm! Pont az a lényeg ennek, hogy az ilyen változásokat meg kell tudni tervezni előre, mert programra van szükség, amiről az előbb is szó volt, és viszont egyik az egyetlen párt, amelynek van kétszáznapos programja, és ezt Szigetvári Viktornak köszönhetjük, aki az együtt miniszterelnök jelöltje, köszönjük, sok sikert a végrehajtásához! Jó napot kívánok, én is köszönöm mindenkit, az ATV képernyő jelölt és itt Csepelen. Köszönöm, hogy itt együtt lehetünk. Én tegnap vitán vettem részt, és büszke voltam rá, hogy ott az Együtt közösségét, egy Bajnai Gordon által alapított párt közösségét képviselhettem másik politikus társaimmal. Megtanultam abban a vitában, aki figyelt az interneten, vagy olvasta a tudósításokat, hogy sokkal közelebb állunk egymáshoz, hogyha a szociális válság, az oktatási rendszer szétdúlása, vagy akár az egészségügyi rendszer átalakítása ügyében kell programot mutatni. Ebben rengeteg dologban egyetértettünk olyan politikusokkal, akik egyébként sokszor más dolgokban nem értenek együtt. És erre azért vagyok büszke, mert ma Magyarországon sokan mondják, hogy az ellenzék nem tudna kormányozni. Nekem a tegnapi beszélgetés, vita azt mutatta meg, hogy a legrosszabb pillanatban is a magyar ellenzék jobban kormányozna, mint Orbán Viktor bármikor ebben az országban. Nagyon fontosnak tartom, hogy abban a vitában egyetlen liberális demokrata politikusként sok baloldali konkurensemnek elmondhattam, hogy én nem szigetvári kormányt szeretnék alakítani, mert szerintem úgyis nevetséges, hogyha valaki vonakormányt vagy más egypárti kormányt próbál itt pár nappal a választás előtt mondani, mert ez hazugság, nem lesz ilyen. Ma Magyarországon bőven van arra esély, hogy több párti koalíciós kormány alakuljon, és ebben van helye az Együttnek, mert az Együtt az egyetlen párt, amely nem csak kiáll a szabadság és az igazságosság mellett, de az Együtt az egyetlen olyan párt, amely el is mondja, hogy úgy kell Magyarországon segíteni nyugdíjasnak, segíteni lakhatási problémákkal küzdőnek, segíteni közmunkásnak, segíteni magyar cigánynak, vagy egyszerű középosztálybeli magyar polgárnak és családnak, hogy közben nem verjük szét a gazdasági stabilitást. Mert azt megtanultuk az elmúlt 30 évben, hogy nagyokat ígérni, nagyokat mondani mindig lehet, de azt be is kell tudni tartani. Ezért jobb néha kevesebbet mondani, és utána azt végrehajtani. Az Együtt programja ilyet dolgoztunk ki, és Bajnai Gordon által alapított párban merészen némi más csinálni. Ezt szeretném mondani, hogy mi ezért megyünk kormányra, és ezért nem lesz elvesztegetett szavazat, amit az Együttre adnak. Végezetünk számomra szimbolikus dolog volt. Szimbolikus dolog is volt, hogy pont tegnap történt ez a vita. Mert a tegnapi napon dőlt el, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben az Együtt 2018 és 2022 között biztosan országgyűlési párt lesz. Biztosan ott lesz a parlamentben. Nagyon fontosnak tartom, hogy már még sok meló van, de Szabó Szabolcs barátom és Vajda Zoltán barátom biztosan megnyeri az egyéni mandátumát. Köszönjük mindenkinek ebben a támogatását, más demokratikus pártoknak, de abban is biztos vagyok, hogy azt a néhány tízezer szavazatot a kampányban oda dolgozta az Együtt önmaga támogatásához. Hiszen nem volt szinte olyan egyéni képviselőjelöltünk a Közös Ország Mozgalom kutatásában, aki ne kapott volna 6, 8, 10, 12, 15 százalékot ellenfeleivel szemben. Ez megmutatta, hogy az Együttnek van országos támogatása, és az Együtt ott lesz a következő parlamentben, és ez a szabadság és az igazság üzenetét visszük oda. Ezért szavazhatok a 18-as listára. Köszönöm szépen! Így, nagyon köszönjük, Viktor! Köszönjük!
Innen folytatnám, nagyon fontos, amire Viktor befejezte, hogy mit mond egy közvéleménykutatás, ott az ember egy véleményt mond, a saját véleményét, és csak arról szól, hogy ő mit gondol. Amikor azonban meghoz egy döntést, pontosan tudja minden egyes választó, hogy nem csak magáról dönt. Dönt a családjáról, dönt a barátjáról, a szomszédairól és milliók sorsáról. Az ilyen döntéseket bizony nem csak úgy szokták meghozni, hanem elszerűen. Szavazni szoktak elmenni az emberek, bevallom, én is egy szavazó vagyok. Nem fogjátok kitalálni, én az együttre fogok szavazni. Ez ugyanis elvi kérdés, mondhatnám azt, hogy erkölcsi. Ugyanis meggyőződésem az, hogy ha vannak elvek és értékek, amiket képviselni akarunk, akkor azokat nem lehet feladni egy napra sem. Az van bizony, hogy egyetlen egy napra sem adjuk fel az elveinket és az értékeinket, és pláne nem arra a napra, amelyik a legfontosabb, hiszen április 8-án vasárnap, ha feladjuk az elveinket, azzal azt adjuk fel, hogy a következő 4 évben az országgyűlésben legyen valaki, aki képviseli azokat. Ne adjátok fel az elveinket, szavazatok az együttre, hogyha megnyitlátjátok. Nagyon fontos ugyanis, és ezt üzenném minden egyes választónak, aki ma dilemmában van, hogy a politikusok azt látják, hogy ők feladják az elveiket, feladják az értékeiket, akkor ezek a politikusok is fel fogják adni. Ne várjatok tőlük sem mást, és hogyha ezek a politikusok feladják, akkor nem ezeket fogják képviselni, neked fontos, hanem azt fogják mondani, amit hallani szeretnél. Az együttben mi nem ilyen politikát folytatunk. Mondhatnám máshogy is, az elfű, kitartó, kérlelhetetlen és megvesztegethetetlen szavazóknak lesznek elfű, kérlelhetetlen és megvesztegethetetlen képviselői az országgyűlésben. Ez a tét, amiről dönteletek kell április 8-án. És innentől sokkal hosszabb dologgal készültem, de jelzik a kollégák, hogy már menni kell lassan választani, 50 óra van hátra. Az együtt mindent megtett azért, hogy előálljon az a helyzet, hogy nem csak ezen értékek legyenek képviselve a parlamentben, hanem minden más is, hiszen nagyon sokszínű Magyarország, ez az érték benne, és vannak más pártok, amelyek más értékeket képviselnek, hál' Istennek választék van, ezt nyugodtan mondhatjuk, tehát hogy abban hiba nincs, hogy valaki ne találná meg azt a párt, amit ő képviseli. Egy viszont fontos, mindenki menjen el április 8-án választani. Mindenki darabra, aki csak tud, így lesz leváltva Orbán rezsimje. Ezt meg kell tenni a pártoknak, hogy koordináljanak, innen, ha kell, könyörgünk nekik, hogy léptessék vissza a jelöltjeiket. Mi 76 helyen léptettük vissza azért, hogy legyen esély a kormányváltásra. Kérjük, könyörgünk, követeljük, ha kell bármit. Van még 50 óra, hozzák meg ezt a döntést. Ez a pártok felelőssége. És minden egyes állampolgárnak, választónak felelőssége, hogy menjen el és szavazzon arra, amit a legjobbnak talál. Ha bennünk találja meg azokat az értékeket, elveket, amiket ő maga képviselni szeret, látni szeretne, akkor ránk szavazzon bizony a 18-as listára. Húzza be az X-et április 8-án, ne habozzon. Tegyük meg ezt együtt, és ott leszünk a parlamentben, az már biztos, hogy ott leszünk, ez nem kérdés. Az a kérdés, hogy hányan leszünk ott, mekkora frakcióval. Köszönjük nagyon nektek, hogy eljöttetek. Hadd hívjak föl ide minden egyes kollégámat, aki itt van, aki felszólal, gyertek kérlek. Mondjuk el közösen együtt, hogy ott leszünk a parlamentben. Csak azon múlik most már, hogy a választók elhiszik el, hogy ez bizony rajtuk is múlik. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek! Most leszünk a parlamentben, bizony. Az a kérdés, hogy 6-an, 8-an vagy 12-en. De hogy 18 partok leszünk, az biztos. Köszönjük nagyon! Köszönjük!